Én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik nektek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap. Aki keres, talál. És aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle? Eddig a szentige. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, szívesen azzal kezdeném most ezt a néhány gondolatot, hogy azt mondom, tegye fel a kezét, aki maximálisan és maradéktanul meg van elégedve most az életében. De nem kérek ilyet, senkit nem szeretnék kellemetlen helyzetbe hozni, meg ez nem megszokott itt az Isten tiszteleten, ez a fajta erőltetett interaktivitás, de a lényeg az, hogy egy kicsit képzeljük magunkat ebbe a helyzetbe, mint hogy ezt kértem volna, és hogy elgondolkozik ki rajta, hogy én most föltettem volna-e a kezemet. És anélkül, hogy el akarnám rontani bárkinek a kedvét, emlékszem, nekem is nagyon rossz élmény volt, amikor egy ilyen evangelizációs csoportban voltam, és ott a vezető lelkész föltette a kérdést, hogy mindenkinek, hogy boldog embere. És hát én történetesen azt mondtam, hogy boldog vagyok. És akkor rögtön ez volt, hogy el fogom rontani. Szóval, van, akiben benne van ez a kényszer, hogy az evangélium az akkor tud csak megszólalni, hogyha először én téged jól a földbe döngöltelek, megbizonyítottam rólad, hogy milyen bűnös, mocskos vagy, pokolba kerülsz, kálkálkozol, és ha majd megtérsz az én prédikációmra, akkor lehetsz majd csak boldog, akkor lesz majd jogod boldognak lenni, addig nem. Na szóval ezt én nem akarom elrontani senkinek, el tudom képzelni, hogy valaki most éppen olyan állapotban van, hogy maradéktalanul boldog és elégedett az életét. Maradjon úgy, illetve hát adjon az Úr neki bölcsességet, vannak persze okos intelmek is, apostol is írja, hogy aki áll, vigyázzon el, ne essék, tehát ezeket az intelmeket érdemes figyelembe venni, tehát aki boldog legyen, és nagyon örülök neki. Én is szoktam boldog lenni, sőt most is mondhatom azt, hogyha valaki megkérdezi, hogy vagyok, nem csak úgy rávágom, mint szoktuk, hogy vagy, jól, kicsit bővebben, nem jól, nem erre gondolok, hanem tényleg lehet, hogy valaki jó lelki állapotban van. Az is lehet, hogy vannak problémái, de azért alapvetően, ha mindent végig gondolok, azt mondja, hát nincs nagyobb dolog, mint az Istennel összhangban, harmóniában lenni. Ez a legnagyobb dolog, és az összes többi az tulajdonképpen mellékes. Na, mire is gondolok? Hát az biztos, hogy mindenki élte már meg, hogy vannak hiányai, veszteségei. És itt most nyilván, ugye az Isten tiszteletet azzal kezdtük, hogy előre ment testvéreinkről emlékeztünk, akár friss a gyász, akár egy éve, akár öt éve távozott el valaki, az ő hiánya, az bizony ott van, és valami módon az egy fájdalmas seb. Tehát ez az egyik, ami talán a legkézenfekvőbb, és ezt mindannyian ismerjük. De ugye a hétköznapjainkban is, hát sokszor van az, hogy nem azt kapom, amit vártam. Bemegyek a boltba, hazamegyek, és azt, csuda, vigye el, hát ezért fizettem. Elmegyek egy hivatalba elintézni az ügyemet, és nem úgy intézik el, és nem úgy sikerül, és nem tudom, bosszúságok vannak, mindig valami kis tüske a köröm alatt, mindig van valami hiány. Nem ismerik el a munkámat a munkahelyemen. Évek óta gülizek, és bizonyítok, és nem semmi előrem előmenetel, se erkölcsileg, se anyagilag megbecsülve. Tehát mindenki ismeri ezeket az érzéseket, hogy hiányaink vannak. Valami úgy nem egészen van rendjén. És ez az ige meg arról szól, Jézus nem kevesebbet mond, mint azt, hogy van egy hely, vagy egész pontosabban van egy személy, akinél viszont maximálisan minden rendben van, és akihez, hogyha te odafordulsz, akkor ott te nem fogsz hiányérzettel, vagy valamiféle ilyen rossz érzéssel távozni, hanem hihetetlen, hogy azt kapod,
amit ő megígért. Nem fog becsapni. Kérsz tőle, és megkapod. Ha zörgetsz nála, akkor ő kinyitja neked az ajtót. Ha keresel, akkor rátalálsz arra, amit kerestél. Ezt mondja Jézus. Most persze nyilván ott van bennünk a kételkedés, hogy jó, hát pont a vallással kapcsolatban mondja ez az ember azt, hogy ott megkapjuk. Hát ki ne tapasztalta volna már meg azt, hogy hát az imádságban, hát ha valaki mondjuk hívő, akkor nagyon sokszor, hát csak hogy jó, hát imádkozunk, de hát azért most mondjuk meg őszintén, ha valaki kívülről nézi, akkor nyugodtan mondhatja azt, hogy hát jó, most te ima meghallgatásnak nevezed, de hát valójában megvan erre a racionális magyarázat, hogy valami miért úgy történt, vagy te már csak beképzeled magadnak, mert hát te felruházod az Istent mindenféle tulajdonságokkal, hogy milyen jó, és akkor hát tulajdonképpen csak beleringatod magadat egy ilyen álomba, hogy hát az Istennél ott minden rendben van. Pedig nem igaz. Mert Jézus azt mondja, hogy a mennyei atya, és ugye itt azt mondtam, hogy van egy hely, vagy nem azt mondtam, van egy intézmény, vagy aztán mondtam, hogy van egy személy, itt az Istenről van szó, őrá gondolunk, ő nem egy a sok közül, hanem a legnagyobb, a legfontosabb, a minden létfeltételünknek az alapja. Hát aki nélkül egyáltalán nem is léteznénk, nem hogy levegőt nem vennénk, nem is léteznénk, ő teremtett bennünket. Tehát minden létfeltételünknek és fennmaradásunknak is az alapja, oka. És nem egy mozdulatlan mozgató csupán, ahogyan a filozófusok ezt néha megfogalmazták, hanem egy élő személy, akivel lehet kapcsolatban lenni. Emberekben biztosan csalódtunk már, még sokszor a hozzánk legközelebb állóban is van, hogy hát ezt nem is gondoltam róla, nem is ismertem még ennyire. Úgy látszik, hogy akkor hát itt van még mit dolgoznunk azon, hogy jobban megismerjük egymást, és jobban tudjunk a másikra figyelni. De az Isten meg tökéletesen ismer bennünket, és ő közel enged magához. Tehát majdnem azt mondanám, hogy az életünk csipcsuk dolgaiban állandóan ott vannak a hiányok, meg a bosszúságok, és a legfontosabban, ami meg az egészet átfogja, abban meg minden rendben van. És a kérdés az, hogy ezt elmerem-e hinni? Hogyan látom én az Istent? Milyen az Istennel való kapcsolatom? Jézus azt mondja, hogy egy olyan hasonlatot mond, ami tényleg ámulatba ejt, vagy hát zavarba hoz, amikor azt mondja, hogy még a legrosszabb szülő is, hogyha a gyereke enni kér, akkor ad neki. Hát, hogy ti gonosz létetekre. Tehát, hogy mi emberek, hát igen, hát bűnösök vagyunk, esendők vagyunk, stb. Tehát, hogyha a gyereke enni kér, bármilyen ember is legyen az, akkor ad neki egy darab kenyeret. És nem fog helyette valami káros, ártalmas dolgot adni. Skorpiót, meg követ, meg nem tudom, ugye? És gondoljatok bele, hogy az Isten meg annyira szeret, tehát a tökéletes, maradéktalan, feltétel nélküli, tártkarú szeretettel fordul felé. És közben mi meg emberek tele vagyunk ilyen kételyekkel, hogy hát az Isten az olyan, aki büntet, meg pokolba taszít, meg elvárásai vannak, biztos nem vagyok neki úgy jó, ahogy vagyok. Így gondoljuk, ugye nem? Hát de erről beszélnek a papok, a lelkészek, a guruk, hogy nem vagyok én úgy, ahogy vagy, problémák vannak veled, meg kell felelned, el kell érned valamilyen szintet, meg kell ugranod valamilyen magas lecet ahhoz, hogy az Isten majd rád nézzen és foglalkozzon veled. Hát ilyeneket beszélünk egymásnak. Megszoktuk. És ez butaság, ez nem igaz, nem így van. Az Istennél ott minden rendben van, ő rettenetesen szeret, annyira szeret, hogy az életét adta. És persze szomorú, amikor bántjuk egymást. Hát ez szerintem nincs mit csodálkozni. Szomorú, hogyha az emberek gyilkolják egymást, szomorú, hogyha megkárosítják egymást, szomorú, hogyha szavakkal, gondolatokkal átkozódnak, rosszat terjesztenek a másikról.
Persze, emiatt szomorú, ezt nem szereti. De téged elfogódott és feltétel nélküli odaadó áldozatos szeretettel szeret. Tehát olyan nincs, hogyha te odafordulsz hozzá, akkor ő azt mondja, hogy mint ahogy mi egymással csináljuk általában. A hivatalokban, a boltokban, az ügyintézésnél, a baráti, a rokoni, családi kapcsolatokban mindig ott van valamiféle távolságtartás, valami feltétel, valami tüske a köröm alatt, valami hiány, valami, ami nem egészen olyan. Istennél ilyen nincs. Azok az emberek, akik azon a pünkösdön, amikor Péter, ez az egyszerű halászember, ott mondott egy beszédet, azok az emberek elmentek erre az ünnepre, nagyon sokan, sok felől zsidó emberek, akik az akkor már szétszóratásban, diaspórában élő zsidóságból, különböző tartományokból, akkor már különböző nyelveket beszélő emberek, de fontosnak tartották, hogy a vallásuknak a szokásait, hagyományait megtartsák, és ez a pünkösd, ez egy ilyen nagyon szép nyárelei ünnep, egy aratás ünnep, egy ilyen hálaadó ünnep, egy derűs ünnep, és ez persze, hogy elmentek a templomba, Jeruzsálembe, hogy részt vegyenek rajta. Nem azért mentek oda, mert azt várták, vagy azt remélték, hogy itt valami radikális fordulat történik az életükben. Biztos nekik is voltak hiányaik, meg szükségleteik, meg el nem ért céljaik, meg nem valósult vágyaik, de nem emiatt mentek oda, hanem egyszerűen csak azért, hogy gyakorolják a vallásukat. Nem is gondolták, nem is számítottak rá, hogy mi fogott történni velük. Hogy egy nagyon radikális fordulat áll be az életükben. Nem kérték, nem várták. Egyszer csak ott történt valami, néhány emberrel, ugye leszállt rájuk a Szentlélek, betöltötték, és elkezdtek prófétálni. Új nyelveken szóltak. És a prófétálás bizonyára valami olyasmit jelenthetett, hogy dicsérték, magasztalták az Istent. Azt mondták, amit most én is próbálok makogni. Hogy valahol, testvérek, valahol minden rendben van. Az alapoknál minden el van intézve. Ezt most úgy tűnik, mintha csak ismételném magamat, de mert talán föl sem fogjuk. Mert az életben, a valóságban tele vagyunk problémákkal. Jelzálog hitel, emelkedő árak, gyerekfelvételje, iskola, orvos, mit tudom én, mindenféle egyebek. Hogy tisztelet a kivételnek? Több-kevesebb matematikai precizitással, de elmondható, hogy többségükben pszichopata bűnözők kormányozzák a világot, és ez kicsit nyugtalanító, nem egészen érezzük komfortosan magunkat minden tekintetben ebben a világban. És akkor egyszer csak ott van egy tény, nem egyszerűen egy üzenet, nem egy vélemény, hanem egy tény, hogy alapvetően minden el van intézve, és minden rendben van. És oda te tartozhatsz, neked ehhez közöd van, oda neked meghívásod van. Még zörgetni sem kell, még keresni sem kell, mert ő keres téged, ő zörget nálad most is, az igével, meg a Szentlélekkel. Ez az egyszerű, makogó halászember kiállt, sokaság elé is elmagyarázta, hogy hát ami itt most történt, az egy proféciának a beteljesedése, amikor valamikor régen ezt mondta egy proféta, hogy az Isten kiárasztja az ő lelkét. Ami azt jelenti, hogy amikor az embereket ez betölti, amikor a gondolkodásunkat, a szívünket, a lelkünket, az elménket ez átjárja, akkor ezt csak elkezdjük másképp látni a dolgokat. A maguk valójában. Nem úgy, ahogyan mi látjuk, és amilyenné szétziláljuk és tönkretesszük, hanem a maga valójában. Hát az Isten itt mindent elintézett már. És itt persze még szerencsétlenkedünk, és csinálunk egy csomó fölösleges kört, meg csomó bosszúságot önmagunknak, meg egymásnak, igen. De közben az Isten meg mindig azt mondja, hogy értsd már meg, hogy minden el van intézve. Én szeretlek. És nálam neked helyed van. És ezt azzal bizonyítottam, hogy Jézus személyében ott az Isten önmagát oda tette, oda kínálta, mint egy tálcán. Meg is tettük vele azt, amit mi emberek szoktunk egymással tenni. Ide adta magát. És nem bosszút áll, hanem azt mondja, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan.
A Szentlélek jelenléte bennünk az nem más, nem kevesebb, mint az, hogy összhangba kerül az életem az Istennel. Úgy látom a világot, ahogyan az Isten. Úgy látom önmagamat, ahogyan Isten lát engem. Úgy látom az Istent, amilyennek ő akarja mutatni magát. Végtelenül szeretőnek. Elfogódottan szeretőnek. Mindent megtett azért, hogy nekem örök életet adjon. Most tulajdonképpen, amikor Istenről beszélünk, gondolkodunk, akkor egy kicsit úgy vagyunk ezzel, mintha valami, most a hasonlat az eleve sántít, minden hasonlat sántít, de megvesz az ember valami nagyon drága és nagyon hipermodern műszaki berendezést, amivel nem tudom, csodálatos dolgot lehet csinálni, és nem dugja be a konnektorba, hanem rátesz egy virágcserepet. Nem funkcionál, nincs értelme. Hát egészen másról van szó. Az Isten, amikor imádkozunk hozzá, akkor olyan dolgokat kérünk tőle, ami méltatlan sokszor. A piszkicsári csipcsup ügyeinkbe akarjuk őt belerángatni, és igazolást akarunk magunknak az Istentől, pedig valójában ő meg oda akarja adni magát teljesen nekem, mindenestől, és rendbe akarja tenni az életemet. Ott bent. És akkor, hogyha a Szentlélek betölt, akkor persze ebben a világban még idegenebbül fogom érezni magamat, mert ez a világ nincs az Istenre hangolva. És akkor persze az az út, amit Jézus is bejárt, nem véletlenül hív ő így követésre, hogy aki én utánam akar jönni, az vegye föl naponként a keresztjét. Tehát az ebben a világban ez nem egy feltétlenül harmonikus kapcsolat lesz, de az Istennel összhangban lenni azért sokkal-sokkal több és sokkal-sokkal jobb, mint a veszendő világgal elveszni és elpusztulni. Kedves testvérek, az Ószövetség ige, amit felolvastam, korábban ugye az arról szól, hogy Mózes nagy tehernek érzi, hogy egymagának kell az egész népnek minden ügyes-bajos dolgát hordoznia, és akkor, amikor éppen azért zugolódnak, hogy most nincsen hús, és együnk húst, és akkor Mózes mert csak azt érzi, hogy ő kevés ehhez, és ő tehetetlen, és ő már fáradt, és nem bírja ezt. És akkor az Isten elvesz abból a lélekből, ami ő rajta van, tehát az Istennel való kapcsolat, az Istennel való összhang, az Isten lelke, aki mozgatja őt, és akkor szétosztja 70, még 70 emberen, és akkor így együtt fogják viselni a felelősséget, a nép ügyes-bajos dolgainak az intézését, tehát hogy ne Mózesen nyugodjon egyedül ez a teher. Itt azt látjuk tehát, hogy itt a Szentlélek még nem volt úgy kiárasztva, mint ahogyan a pünköstkor, amikor Péter prédikált, és ami azóta is így van. Mózesnek az a szava, amikor azt mondja, hogy bárcsak az egész nép próféta volna, és rájuk is kiárasztaná lelkét az Úr, Mózesnek ez a kívánsága teljesült. Isten kiárasztotta az ő lelkét. Mondjuk azt, hogy most már nem egy ilyen arisztokratikus kiváltság az, hogy valaki a Szentléleknek a hatása alatt van. Mint ahogy az első prófétai mozgalmaknál ott, amikor olvassuk az Ószövetségben, hogy valakire rászállt a Szentlélek, ilyen extázisba került, és egy különleges módon prófétálásokat mondott, és olyan dolgokat, amelyek az Istennek az akaratát jelentették ki, akkor ez egy ilyen kiváltság volt. Voltak próféta közösségek, akik lehet, hogy különböző segítséggel, tehát akár tánccal, énekkel, dobbal, egyebekkel, ahogyan ez mondjuk a természeti népeknél is látható, hozták magukat egy ilyen különös extatikus állapotba, és Isten lelke rájuk szállt, és akkor ez valami módon az Isten és az ember, az Isten és az ő népe közötti kapcsolatot volt hivatott segíteni. Ugye itt innen van az a mondás, hogy hát már Saul is a próféták között van, amikor Saul, amikor királlyá kente őt Sámuel, akkor ő is egy próféta csoportba került, és akkor ott ő is elkezdett próféta extázisba esett. Most ez már nem valami különös és kiváltságos dolog, hogy az Isten lelke bennünk lakja. Mindenki számára ott van. A kérdés az, hogy mit tartok igazán fontosnak.
virágcserepet akarok rátenni, vagy megvannak a saját terveim, céljaim, amelyekért fogalkörömmel harcolok, és akár a lehetetlennel szemben is el akarom érni, vagy pedig azt mondom, hogy nekem, én nem érem be kevesebbel, mint az összessel, mint a legtöbbel, és én az Isten szent lelkét szeretném. És azt szeretném, hogy összhangban legyek az örökkévalóval, a mindenhatóval. Hogy összhangban legyen az életem ővele. Ennél többet nem lehet érni és kapni. Ismétlem, amikor néhány héttel ezelőtt az imádságról beszéltem, és ott azt mondhattam, hogy érdemes Istentől olyasmit kérni, amit maga is úgy is meg fog csinálni, hogyha nem kérem. Sőt, akár ellenemben is el fogja végezni. Hát mik ilyenek? Jézus tanít ebben, fogjuk is mondani a végén a mi atyánkat, mert gondoljunk rá, hogy jöjjön el a te országod. Tehát legyen meg a te királyság. A te akaratod legyen meg. Ezt kérni a legnagyobb dolog. Ami azt jelenti, hogy Isten királysága megvalósul, és az ő akarata fog érvényesülni, az ő szeretet akarata. Nem pedig az embereknek a sok-sok butasága, önzése, erőszakossága, hazugsága, hanem az Isten szeretet akarata. És ezt még kérni sem kell. Ha akarsz meghallgatott imád, akkor kérd, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod az én szívemben, itt és most. Töltsd be, Szentlélek! Add nekem azt a szemléletet, azt a látásmódot, hogy én veled legyek összhangban. És otthon tudjam magamat az örök életben, az örök boldogságban. Bárcsak az Úr egész népe próféta volna, az. Éljünk vele. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te reád, és adjon neked békességet.